miért fontos, hogyha úgy mondom, a magyar... A magyar olyan nép, amelynek sorsát minden választás erőteljesen befolyásolja, nyilatkozta Budapesten a Pannon RTV-nek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy éljenek szavazati jogukkal és támogassák a magyar jelölteket. Elmondta, amennyiben a magyar közösségek asszimilálódnak, beolvadnak vagy felszívódnak, akkor eltűnnek. A magyarok nélkül pedig szegényebb lenne a világ, hangsúlyozta Orbán Viktor. Szavai szerint az a küldetésünk, hogy megőrizzük a magyar nyelvet és kultúrát, valamint hogy segítsük egymást. Azt is elmondta továbbá, hogy miért támogatják a Vajdasági Magyar Szövetséget a vasárnapi voksoláson. Komolyan vehető tapasztalattal, múlttal, referenciával, tekintéllyel rendelkező erő csak a VMS van a délvidéken a magyar szerveződések között. És én azt láttam, hogy persze sehol sem egyszerű a politikában az élet, kis lögdösődés, surlódás mindig van, de a VMS képes arra, hogy összefogja a lehető legszélesebb körben a magyarokat, és nekünk mindig a magyar összefogást kell támogatni innen Budapestről. Orbán Viktor elmondta, a szerb-magyar kapcsolatok az elmúlt években emelkedtek arra a szintre, ahol most vannak, ugyanis viharver történelem van mögöttünk, fogalmazott. A magyar kormányfő elmondta, nem volt könnyű a két nép együttélése. Erőfeszítés, jó szándék, bizalom és barátság kellett ahhoz, hogy ez a két nép barátként és szövetségesként nézzen egymásra jövőre nézve, tette hozzá a magyar kormányfő. Nem minden ember fejében érik meg ez a gondolat. Nem minden magyar fejben és lélekben van kész ez a gondolat, és nem minden szerb fejben és lélekben van már kész ez a gondolat. Most olyanok vannak kormányon Szerbiában, akik ezt így gondolják és így érzik. Ezért nekünk az az érdekünk, hogy a barátaink és a lehetséges szövetségeseink legyenek kormányon mindig Szerbiában, akikkel tudunk közös jövőt építeni. A magyar miniszterelnök szerint arra van szükség, hogy a politikából származó jó kapcsolatokból minél több kézzelfogható előnye származzon a szerbeknek és a magyaroknak is. Továbbá, hogy a magyar kormány is jó kapcsolatot ápoljon a Szerbiában élő magyarokkal. A magyar kormánynak Pásztor Istvánnal kapcsolatban az a tapasztalata, hogy mindig minden szavát betartotta, minden megállapodást teljesített. Mi is így jártunk el, ezért jó okunk van azt hinni, hogy amíg ő a vezetője a vajdasági magyaroknak, addig bizalmi alapon áll a magyar kormány és a szerbiai magyarság viszonya. Orbán Viktor gazdasági kérdéseket is érintett az interjúban. Mint mondta, Magyarországnak erős szerb gazdaság kell, ugyanis szavai szerint, ha erősek a szomszédok, akkor a magyar gazdaság is erősödik. A magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési programról elmondta, minél szorosabb a gazdasági együttműködés a két ország között, annál biztonságosabban és derűsebben élhetünk. Kiemelte, az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint Belgrádnak az uniós tagságra, ugyanis Szerbia kulcsfontosságú állam, tette hozzá a magyar miniszterelnök.